Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délután, vagy üdvözlünk! Álló! Mondd, álló, szia, szevasz! Mit csinálsz? Tud kezdve, hogy a kamerához, te nyuszi, mi van a kezedben? Lego? Mi más lenne a kezébe? Amúgy, mit csinál? Nyusz! Ja, oj! Mi nem olyan túl régen ébredtünk fel, épp hogy csak elvittem a Lucas-t az iskolába, és... De még ébredtünk fel, és épp hogy csak... Mindig benne akar lenni a kamerába. De, ja, vagy ha kicsit nagyobb leszel, és tudsz beszélni rendesen magyarul, akkor majd te is csinálhatsz ilyen vlogokat, jó? Rendben van. Tehát, nemrég ébredtünk fel, épp hogy csak elültem a Lucas-t az iskolába, és még mielőtt elmegyünk itthon, úgyis el kell menni itthonról. Kell venni egy bőröndöt, ugyanis... Van három darab bőröndünk, nem? De van három darab bőröndünk, de az egyik az olyan kicsit túl nagy. És mivel ugye megyünk nyaralni, hogy aki nem tudná, hogy miért akarunk bőröndöt venni, mivel megyünk nyaralni, kell venni egy másikat, ami jobb állapotban van, és egy kicsit kisebbet. Ugyan nyuszi. Amit képzeld el, kettőször 23 kilót lehet vinni a repülőn fejenként. Ilyen nagyobb táskába, ilyen bőrönbe, ami elég jó, ugyanis átlába ilyen 23 kilót lehet vinni, vagy 25 kilót maximum, és ezen a járaton kettőször lehet 23 kilós bőröndöt vinni. Mindegy, a mai videóban amúgy még mielőtt elmegyünk, akármit is csinálunk, valami érdekeset szeretnék nektek mutatni, vagy mondani. Úgyis van egy kérdésem hozzátok, hogy milyen pizzát szerettek? Tehát én szeretem a sonkás pizzát, majdnem mindenféle fajta pizzát szeretek, tehát nem akarom ugye most felsorolni, amíg a tojásosat nem. A tojásos pizzát nem szeretem, mert nem tudom, hogy ettetek már tojásosat, vagy nem. Mondjuk én nem ettem, nem akarok meg még megpróbálni. Na ugye, amit tegnap akkor találtam egy pizzát. Néha szoktunk ugye pizzát enni, és tegnap így mentem így a boltba. Néha fogyasztott pizzát is szoktunk enni, néha rendes pizzát is. És találtam egy pizzát. Mutatom. Cukros pizza, képzeld, de nem tudom, mennyire látom, mennyire nem. Cukrok vannak benne, ilyen gumicukrok, és úgy néz ki, mint egy pizza. Látod? Ilyen pizzás dobozban. Nem tudom, van ilyen nálatok, vagy nincs ilyen nálatok? Tehát tudom, hogy gumicukor van nálatok, mert a gumicukor ugye mindenhol van a világon, de ilyen pizzás gumicukor van nálatok? Na mindjárt, kibontjuk. Jó? Kibontjuk. Ide a videó alá írjátok meg, hogy van-e nálatok ilyen pizza, vagy nincs, és hogyha van, vagy nincs, melyik a kedvenc pizzátok ilyen rendes pizzában? Tehát ahogy mondtam, nekem a kedvencem, ugye sokat szerettek, de nekem a kedvencem a sonkás. Sonkás gombás pizzát én szeretem. Ha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy nektek melyik a kedvencetek, és ilyen van-e nálatok, úgyhogy ide lerakom a kamerát addig. Ide a a banánnak a tetejére, az almának. Ide. Ugyanis az állványom nem tudom, hogy hol van, hol benne van ott a fiókban. Csak így gyorsan, kibontjuk. Amúgy a Davis rettentően szereti a gumicukrot, hogy amit meg fogja látni, biztos meg akar élni az egészet. Nem hiszem, hogy ilyen szeleteltem van. Ilyen szépen be van csomagolva. Nem tudom. Ilyen. Amúgy én most láttam ilyet először. Lehet, hogy nálatok már régóta van, lehet, hogy ti már láttatok. Én körülbelül egy hete, vagy max. Két hete láttam a boltban, és gondoltam, hogy meg kellene próbálni. Nyitom. Így néz ki, ilyen pizza formája van az egésznek. A doboz az ilyen rendes, majdnem ilyen pizzás doboz. A fejemhez képest ekkora. Most nekem vagy nagy a fejem, vagy kicsi ez a pizza. De akkor meg kicsi a fejem, nem? Na mindjárt. Úgyhogy ekkora a pizza. Be van szépen egy csomagolva. Kibontjuk. Kétszer van megcsomagolva egy ilyenbe, meg még egy ilyen fóliával látod, le van véve. Levesszük ezt a fóliát is róla, és... Rettentő jó szaga te! Nem, az illata! Mert szaga... Tudod minek van, na minek? Kibontjuk! Ide. De... Uppá! Megy minden fele. Mutatom. Oda nézzél! Ez olyan, mint a tojás lenne, nem? Ilyen tojásos gumicukor, aztán van rajta ilyen málnás, az mi lehet? Az a szósz, ja, a málna a szósz, a külseje, ez olyan, mint a... Hol van? Mint a narancs. De... Látod, ilyen... Ez micsoda? Oda nézzél! Kiveszik az aljából, ez a szalámi, nem? Ez akar lenni a szalámi. De, elég érdekes. Ami nem sok fajta van rajta egy... 2, 3, 4, 5, 6, 7 fajta különböző? Nem tudom, melyiket próbáljuk meg először. Én ezt a szalámit próbálom meg legelőször. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz.
jó. Elég jó az ízek, olyan, több íz van egybe. Amit lehet látni, látod. Már látod csak a színező. Mindegy, ezt megesszük. És megkérdezzük a Davis, hogy ő is akar-e enni. Nyuszi, kész cukros pizzát? Candy pizza. Do you want candy pizza? Come. Gyere, megmutatom. Oda nézzél. Tudod, ez micsoda? Nem ott, itt. Ez nem rendes pizza. Nem, az csak egy, az csak a szemét. Itt a pizza, nézd. Kész pizzát? Pizza? Ja, candy pizza. Cukros pizza. Melyiket kéred, azt? Pizza. Ja. A candy pizza! Na, most nem lehet mutatni az anyjának. Megpróbálom ezt a narancsosat, ez jó. Látod? Amúgy gumicukor az íze. Ez jó, narancsos az íze. De nem esztük meg mindent, Nyuszi. Hol dobtad? De a földre. Ja, ledobtad. Lefújjuk. Ne, az az enyém, Nyuszi. De most elvitte az enyémet is. Te! Mondj, sok van rajta, mindent nem eszünk, meghagyunk a Lukesznek, és hát én rettentő viccesnek találtam amúgy. Az íze amúgy nem rossz, elég jó az íze. Azt hittem, hogy nem lesz olyan túl jó az íze, de elég jó. Elteszem még, mielőtt a Davis megjelzi, és a Davis rettentően szereti a gumicukrot, el nem tudod képzelni mennyire. Ami van egy kérdésem, még egy kérdésem hozzátok. A pizzán kívül, ki emlékszik régen erre a gumicukorra, mikor még gyerek voltam, volt ez a, nem többet nem eszünk, volt ez a cumis gumicukor, az a tudják, úgy nézett ki, mint egy cumi, ilyen műanyag volt az alja, így lehetett fogni, és bevettél a szádba, és amit vettél a szádba, az volt a gumicukor, és lehetett így enni, de én azt rettentően szerettem gyerekkoromban, nem tudom, szerintem már nincs olyan, vagy van még olyan, vagy emlékeztek rá, vagy tudjátok, hogy miről beszélek? Na mindegy, ha gondoljátok ide a videóra, azt is írjátok meg. Úgyhogy most elkezdjünk, elkészülődünk, összeszedem magamat, a telefonomat, a pénztárcámat, a mindenemet. De lehet, hogy először emlénk, aztán gyorsan valamit reggelizek, és felébredtem, képzeld el. Említem a Lukaszt az iskolába, aztán eladtam közben a motort, mert valóban el kellett vinni, valaki megvette, de oda kellett hozzá vinnem, ugyanis a vízzel lakik az ember, nem tudott idejönni. Na mindegy, eladtam a motort, és nem volt arra időm nagyon, hogy reggelizzek, és egy kicsit később ébredtem fel a megszokottnál. Készen vagyunk. Amúgy mutatom az időjárás. Látod, hogy ilyen felhős, meg nem felhős. És azt mondták, hogy esni fog az eső, valószínűleg délután. Ilyen záporok lesznek meg a hétvégén. Hoppá, nem sokára itt van a tél, június 1, és itt van a tél. Bár olyan hideg még nincsen, tehát napközben is még mindig ilyen 20-22 fok van. Na, el kell menni a benzinkutra tankolni. Aztán menjünk a boltba. Ja, menjünk játékot nézni. Közben érkeztünk, bementem tankolni. De rettentő drága volt a benzin, komolyan mondom, ugyanis képzeld el, azt mondták a hírekben, hogy kezd Ausztrália kifogyni benzinből, és ezért felrakták az árakat. Azt mondták, hogy kevesebb, mint 3 vagy 4 hétre való benzinünk van Ausztráliában. Úgyhogy lehet, hogy pár hét múlva nem fogunk autózni. Na várjál, felhúzzuk a biztonság, nem biztonságra, a kéziféket. Aztán menjünk játékot nézni, nem? Meg lehet, hogy reggelizünk valamit, meg be kell menni a bankba, képzeld el. Úgyhogy induljunk! Mit csinálsz? Ott az $1, add ide a kezembe, add ide a kezembe. Hova? Van nálunk $1, meg még $1, ugyanis se akar ülni egy ilyen autóra, amivel bele kell dobni a pénzt, és akkor beindul. Mi? Jövök. Ad ez mit találtam? Olyan, mint a fidget spinner, csak ez fidget cube, ilyen kocka, látod? Ezzel hogy kell játszani? Fukkamon nincsen. Látod? Nem tudom. Na nem tudom, nem hiszem, hogy pörög. Gyere, menjünk. Ez az a bicikli, amit akar a Davis a szülinapjára, ugye? Melyiket most azt akarod? Múltkor ezt nézte, ezt a cross motorosat. Ez mi? Ez is olyan. Csak más a színe. A zöld az szebb, nem? Mit szólsz hozzá? A zöld az szebb. Nem? Azon nincsen például, látod, levették róla. Ja, ez szép. Jaj, mint egy cross motor, te. Olyan, mint egy kefe. Szerintem az egy kicsit nagy te neked, nem gondolod? Végeztünk képzelően mindennel, hazamentem, kiporzióztam az autót, meg az egész lakást, aztán most itt vagyok, kutatom hol. Látod, hol vagyunk? Na ki tudja, hol vagyunk? Itt vagyunk a régi házunknál, kint van még mindig a tábla, hogy kiadó, azóta se tudták kiadni. A fű elég nagy, nem tudom, mennyire lehet látni a kamerám. A fű elég nagy, kezdott is nőni ott bent, látod ott a feljáron, és nem adták ki.
Lehet, hogy nem tudom miért, lehet, hogy nem tetszett nekem. Amikor láttam, képzelően jöttem ide és nézték ezt a házat, többen megnézték azóta, de senki nem vett neki. Nem tudom, hogy miért. Ahogy mondtam, a ház nem a legjobb, ugye. Az egy fő oka volt azért, ugye azért költöztünk el, főleg a szőnyeg miatt, mert az a sok por, meg na minden. Egyetlen egy dolog tetszik benne, vagy tetszett, még mindig tetszik, még ami nagyon hiányzik, szerintem tudjátok, hogy micsoda. A víz! Ugyanis azóta nem voltam a vízen, mióta elköltöztünk, és rettentően el szeretnénk menni egyet megint. Ugye most eladtam az összes hajómat, a csónakomat, a mindent eladtam, kivéve még a kajak ugye megvan, azt nem adom el. Meg ilyen felfújhatós, nagyon pici csónak, ez a gyerek csónak, de azon nem akarok kimenni a vízre. Na minden, majd nézek amúgy még majd csónakot, a vitorláskat még mindig nézem. Holnap majdnem vettem egyet, vagy vennék egyet, de úgy néz ki, hogy nem veszem meg, ugyanis egy kicsit nehézkes, de na minden, túl hosszú elmondani, de úgy néz ki, hogy nem nézem meg, pedig jó áron van. A csónak a hajó nem a legjobb, de jó áron van. Na minden, úgyhogy megvárjuk, még kicsöngetnek. Még van egy olyan 5 percem, látomosan kezdenek jönni az autók, amik itt vagyunk ugye hátsó részen, ott előre rettentő sok autó van, te. A kezelővel megyünk hazafelé a Lukösszel, annyi autó van, annyit kell várni ott a lámpán, amire ki tudunk menni. Na minden, ami a Lukösz iskolába busszal jár általában, kivéve, hogyha ugye nem dolgozok, vagy később kezdek, akkor elhozom, vagy eljövök érte, de hozzá is busszal jár most már. A feleségem ugye még eljön vele, de buszozik. Amúgy tetszik, azt mondta neki. Na nézd ki ilyen! Várjál, kinyitjuk az ajtót, mert bezártuk. Na szárbusz! Na szárbusz! No, mi a helyzet? Semmi. Milyen volt az iskola? Jó. Jó volt? Ja. Ajtó, ne kell vágni én a hajlat. Amúgy tegnap volt a fényképezés, és azt mondta, hogy ne vágjuk le a haját, és egy szférem volt fésülve. Na minden, majd levágjuk azt hiszem. Ugye? Amit képzeld el, elfelejtettük mondani. Hova megy a Lukösz? Focizni! Bevették a foci csapatba, képzeld el, ugyanis volt egy ilyen próba, minek hívják, ilyen próba foci meccs, vagy minek mondják, ugye múlt héten, és senki más... Vagy két hete? 3, 4, 5! Nem, a múltkor volt az a pár hete, két hete talán. És képzeld el, a meccs alatt a Lukösz 2 darab gólt rugott. Képzeld el! Nem az a múltkori volt, az a másik, a legelsőn 2 darab gólt rúgtál, ugye? És senki más az osztályban vagy a csapatban, nem az osztályban, a csapatban nem tudott gólt rúgni, kivéve a Lukösz, nem egyet, 2. Az egészben az az érdekes, hogy a Lukösz nem olyan túl nagy focista, én nem tudom, hogyan csinálta, de bevették a csapatba, és a múltkor volt egy ilyen focis verseny, és egyetlen egy gólt rúgott, ugye? Nyertetek amúgy? Nyertetek, mert... Csak practice volt, semmi volt semmi tímen akkor. Nem, ja, de akkor is ti nyertetek, mert egy gólt rúgtál. Úgyhogy igen, a Lukösz megtanult focizni, képzeld el. Valahogy. Te! Na minden, mik vannak? Úgyhogy én indítom az autót, megyünk haza és megelvédelünk, amúgy a legelső foci meccs mikor lesz ezen a... Nem, jövő héten, ugye? Jövő héten lesz. Ja, szerintem. És mennek így körbe ugye mindenféle fajta iskolába, és az iskolák játszanak egymás ellen. Hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy megkaptam a foci mezét is, vagy lehet, hogy megnézzük, ugye? Ja. Otthon van. Na, menjünk enni. Na, mivel játszunk, Muki? PlayStation-ezzünk a Legóval, melyik a Lego Batman 2-vel, ugye? Te hol vagy? Játszunk. Megevédeltünk. A Davis már ugye korábban evett, csak én meg a Lukasz ettünk most. Milyenkor szoktunk enni? Együtt! A felesége meg átlába a Davis-szel eszik, csak rakogathatom ezeket az üvegeket, látod? Még mindig ezzel alszik, nem ezzel alszik, csak észak, hogyha felébred, ilyen baby is üvegből iszik még. Ugye, Muki? Nagyon koncentrál. ide tesszük. Úgyhogy ezt a videót én azt hiszem, hogy most lassan befejezzük. Vagy befejezem, megnézzük, hogy mit csinál a Lukasz. Azt hiszem, hogy öltözködik, most veszi le az iskolás ruháját. Jaj, te! Aztán tudom, hogy teszünk még mielőtt befejezzük a videót. Ú, de sötét lett! Aztán felkapcsolom a villanyt. Jön az első, képzeld el, befelhősödött, és ahogy mondtam, mi van? Május vége van, és június elsőt, ugye itt van a tél, mi nálunk itt Ausztráliában. Most ez az a hideges, esős, felhős, na mindegy, ma délutánra esőt mondtak, képzeld el. Ez a lámpa, ez olyan lámpa, meg az is olyan lámpa, hogyha felkapcsolod, akkor sötét van, de egy idő után így kivilágosodik. Na mindegy, itt is felkapcsoljuk, és beletelik egy kis időbe, nem ez a garázslámpa. Ez az a lámpa. Te! Itt van. Ilyet. Látod, még egyet teszünk. Én azt hiszem, hogy a legjobb, tudom, melyik a legjobb, mert megkóstoltam egy párat. Ez a kis pici, ez olyan, mint egy ilyen málna, vagy én nem tudom, és ez nem tudom, ez nekem ízlik. Még a többi is jó. Van ilyen, már ez nem a pizzám volt. Hát ez a gumicukor, ez a kígyós. Ez is jó, ez még a jó fajta közé tartozik, de nem a...
a leges-leges, hoppá, leges-leges, legjobb, ennek jobb az íze, látod, ennek a pizzásnak jobb az íze. Ez ilyen érdekes, Lukasz, figyeled? Ja. Látod, milyen pizza? Nem is pizza, mit? Ó, ez jó, én megkóstoltam, ez ilyen szalámi a pizzára. Megkóstoltuk és rettentő jó volt, legalábbis nekem nagyon íze. De én eszem. Na, egy egyet. Na, milyen az íze? Olyan, olyan, milyen? Milyen itt a hajad? Szerinted jó vagy nem jó? Miért nem ízlik? Te! Ízlik, de miért? Szerintem sokkal jobb, mint az a kígyós. Amúgy Európában gyártották ezt a pizzát, mármint a gumicukrot, mert csak úgy összerakták, mint a pizza lenne. Na minden, én ezt a videót itt most befejezem, a videó alá ide írjátok meg, hogy mit gondoltok nektek, melyik a kedvenc pizzátok, meg van egyáltalán ilyen gumicukros pizzát én nálatok. Ham. Úgyhogy mára ennyit mindenkinek, további szép napot, jó napot, jó estét, szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzétek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!